1993-ban megvettem életem első 576 kilobajt magazinját, és megváltoztatott mindent. A címlapján egy érdekes sárkányos logó szerepelt, ami egy olyan játékhoz tartozott, amit a képek alapján alig tudtam felfogni. Verekedős játék, de nem rajzolt, hanem valódi, digitalizált karakterekkel, olyan fotorealisztikusnak tűnő grafikával, hogy felrobbant az agyam. A játékot úgy hívták Mortal Kombat. Teljesen döbbenetesnek tűnt a leírás alapján. Csodaszép grafika, remek zenék, elsőre kicsit bizarrul, de érdekesen hangzó kivégzések és brutális erőszak, mondjuk ez utóbbi inkább tényleg ijesztőnek tűnt, de akkor még nem sejtettem, hogy az első részben szereplő vérmennyiség semmi ahhoz képest, ami majd évtizedekkel később jön. Egy nap aztán kiderült, hogy Budapesten valahol van egy Mortal Automata, el is mentünk, hogy megnézzük, és félve beledobtam 3 érmét. Onnantól kezdve végem volt. Tudtam, hogy valahogyan mindenképpen szereznem kell egy Sega Mega Drive-ot, és meg kell rá szereznem a Mortalt. Azért Mega Drive-ot, mert Super Nintendo-n egy kiherélt Mortalt lehetett csak játszani, amiben nem volt semmi vér, semmi brutalitás, és bár grafikailag szebb volt, nagyjából a lényegét vették el ennek a mérföldkőnek. Mert igen, a Mortal Kombat egy mérföldkő volt, ami 1992. október 8-án került a játéktermekbe, és a mai napig hozzá lehet jutni PC-n mondjuk GOG-on fillérekért, de hogy érdemes-e? Na, az a nagyon jó kérdés. Nyilván bizonyos értelemben a Mortal 1 nem öregedett jól, hiszen amire 30 éve még örömtől könnyes szemmel néztél és csodáltad, az ma már egy pixelrettenet. A brutalitás tekintve pedig az ingerküszöbünk már jóval magasabban van. De a klasszikus Mortal még mindig a klasszikus Mortal. Természetesen csak azoknak, akik annó rongyosra játszották a játékteremben vagy otthon. Én ezt annyira megtettem, hogy egy idő után csukott szemmel vertem meg egy jóvágású Flawless Victory-val a haveromat, aki átjött hozzám játszani. És átjött mindig, mert akinek mortálja volt, annak mindene volt. Persze a jobb verziók csak később jöttek ki, amelyek jóval közelebb álltak, vagy már teljesen megegyeztek a legjobb, azaz a játéktermi verzióval. A röhely, hogy a GOG a Mortal első 3 részét egy pakban adja 1,59 $ akcióban, azaz nagyjából 700 forintért, ami túl szép ahhoz, hogy igaz legyen. De nem, ez tényleg a klasszikus doszos Mortal, ami azt jelenti, hogy ez az a verzió, ami hangban és grafikában hozni tudja azt, amit a játéktermi gép. Arra azonban elég nehéz rábírni, hogy kontrollerrel is működjön, ami azért elég nagy baj. De ez nem is igazán lényeges, hiszen a Mortal Kombat még mindig egy remek verekedős játék. Mármint úgy értem, ugyanazokat az érzéseket hozza elő az emberből most, mint régen. És ami a legszebb, teljesen könnyedén visszatérnek az ember emlékei a gomb kombinációkról. Hátra-hátra előre, lehátra kisütés, mindenkinél minden meg lesz, amint elindul a bunyókezetét jelző fight. Aztán szembesül azzal az ember, hogy a Mortal 1 bizony nem feltétlenül egy könnyű játék. Az első pár meccsen még altad, de amikor eljutsz az alapsor utolsó előtti meccséhez, míg a Mirror meccs előtt, már azért kicsit megizzadsz, hogy aztán az Endurance meccseken, ahol 2 harcost is le kell győznöd egy életerővel, már olimpiai sportággá fejleszd a káromkodást, aztán jöjjön az a szemét Goro, majd Shang Tsung, vagy Shang Tsung volt az régen, nem Shang Tsung, de legyen most Shang Tsung, és egy rövid, lezáró szöveggel kiderüljön, hogy a karakterünkkel mi történt. De most komolyan érdekelt valakit is, hogy a karakternek mi lett a sorsa? Akkor már eufórikus állapotban üvöltöttél a szobádban, hogy végre püré lett abból a rohadék Goróból, Shang Tsungot meg ráállítottuk a harcművészeti szoporrollerre, és kezdtettük előről valaki mással az egészet. Story? Kit érdekelt akkor még a story? Persze, akit igen, annak már akkor is ott volt egy Mortal képregény, ami elmagyarázta, miért verik véresre egymást ezek a pixelek, de majdhogy nem mindegy volt. Most már persze totálisan egyértelmű, hogy minden Mortal játék kap egy teljesen filmszerű sztorit, a Mortal 11 például egy olyat, hogy azt egy az egyben le lehetett volna forgatni valamikor, de hát úgysem fogják, úgyhogy hagyjuk is. A lényeg, a Mortal Kombat 30 év után is tök jó móka. Nyilván megkopott kicsit a fénye, de hát ez természetes. Az igazi ereje a hangulatában van, plusz persze a zenéiben, a mozdulataiban, a hangjaiban és a relatív egyszerűségében. Mert hát nincs itt semmi túl bonyolítva. Egyszerűek a gombkombinációk, kevés a speciális mozdulat, nincs túl sok pálya, de pont annyi van mindenből, amennyi kell. Bátran elő lehet kapni, és nem csak a 30 éves jubileum miatt. Teljesen biztos vagyok benne, hogy ha visszatérnek a régi emlékek, a jó öreg eufória, a szádban érzed majd nagyi kakaójának ízét, előjönnek a régi karácsonyok, az első szerelem. Na jó, nem, de az biztos, hogy kicsit olyan, mint hazatérni. Csak jó eséllyel otthon senki sem üvölti be a szobádba, hogy finish him.